Nyíregyházi stadion, hirdeti a felirat, ezt már eddig is láthatták a szurkolók, belülről viszont csak vasárnap délután csodálhatták meg az új létesítményt. A közel 20 milliárd forintból elkészült 8150 néző befogadására alkalmas UEFA 2-es kategóriájú létesítmény mindenben megfelel a kor követelményeinek. Egy komplex fejlesztés történt, ugye egy UEFA minősítésű modern foci stadion jött létre, de körülötte épült egy 630 méter hosszú, másfél méter széles rekordtámfutópálya, amit ingyenesen használható nyitvatartás időben mindenki számára. Sok gyereket hoznak ide a szülők edzésekre, és én azt remélem, hogy nem mennek el, hanem addig futnak egyet, amíg tart az edzés. És hát emellett egy szabadidős sportcentrum is megépült, kétszintes, ahol egyébként a kispályás foci bajnokság öltözői is ott vannak. Ország egyik legnagyobb létszámú kispályás foci bajnoksága van Nyíregyházán, ezért a hadsalakos pályából 3-at átépítettünk műfűves pályává is. Hát ugye az egész kerítésrendszer, itt a villamos energiaellátástól a szennyvízig voltak problémák a távfűtés biztosításáig, tehát emellett régi adósságokat is kellett teljesítenünk, megvalósítani, ami nem olyan látványos. A nyíregyházi ultrák egy hobó bluesband idézettel fogadták a csapatot. Az oly sokáig voltunk lenn, nem is tudjuk milyen fenn, arra a 3 évre utalt, amelyben a Spari idegenben játszotta a hazai meccseit is. Az igazság, én ebben mindig bíztam, hogy új stadionunk lesz. Aki közelebbről tudja, azért egy pár éve ez már terve van. Hát az, hogy most lett kész, pont mikor NB1-be felmentünk, ez a csoda. A mérkőzés jól kezdte a Nyíregyháza. Eppel már a 6. percben megszerezte a vezetést, majd a 40. percben Kovács Réti megduplázta az előnyt. A 45. percben Gradisár szépített, így 2-1-es hazai vezetésnél mentek pihenőre a csapatok. A 64. percben Kovács Milán öngóljával egyenlített a Fehérvár, majd a 85. percben a menteni igyekvő Alakszai lábáról a nyíregyházi kapuba pattant a labda, így átvették a vezetést a vendégek. De csak 3 percig, mert Babics 3-3-ra módosította az állást. Ez is maradt a végeredmény, mivel a ráadásban Kovács Réti emelését a felső léc hárította. A fordulóban még 2 meccset játszottak, az Újpest 3-0-ra verte a Debrecent, a Diósgyőr pedig 1-0-ra legyőzte a Kecskemétet. A tabella élén a 100%-os Puskás Akadémia áll 12 ponttal. A 4 ponttal 11. Nyíregyháza vasárnap, amíg hibátlan Ferencvároshoz látogat.